Szeretettel köszöntök mindenkit. Engedjék meg, hogy bemutatkozzak, Ferg Béla zenetanár vagyok, és hát nekem jutott ez a megtisztelő feladat, hogy önökkel közösen gondolkozzunk a zenéről. Remélem, hogy beszélgetésre is lesz majd alkalmunk. Sőt, hát én úgy készülök, ugye azt mondják, hogy a zenéről nem beszélgetni kell, hanem zenélni kell. Úgyhogy én ezért úgy készültem, látják, rengeteg hangszerre, hogy mindenkinek jusson hangszer, és egy közös zenélés, éneklés is legyen. Ez az a mai alkalom, mai délutáni alkalom. Én nagyon örülök, hogy eljöttek és megtisztelnek azzal, hogy meghallgatják ezt a kis közös zenélés, gondolkozást. És hát nagy a téma, gyógyító zene. Úgy hiszem, hogy méltó képen akkor egy szép hárfa zenével kezdenénk. Már is talán három dolgot kiemelhetnénk, ha már a gyógyító zenéről beszélünk. Nekem legalábbis számomra három dolog itt már gyógyító volt. Az első Mozart, a témája is nagyon szép. A második a hárfa zene, amit mi most már kislányom révén harmadik, negyedik éve élvezhetünk. A konyhában helyezkedik el, Sárikának hívják. Sokan el is tévesztették, azt hitték, hogy kislányom Sárika. Nem, ő Liza, és Sárikával, a Sárikával játszik. És a harmadik, ami szintén gyógyító lehet a lelkünknek, a variáció. Ugye egy tanítványom mondta, hogy Béla, a zene olyan, hogy lehet benne variálni? Megkérdezte tőlem egyszer. Mondom, igen, lehet. Azt mondja, júj, de jó, anyukám mindig azt mondja, ne variálj. Szóval hát nagy a téma, gyógyító zene, és tényleg kezdjük egy klasszikussal, Shakespeare hogyan ír a zenéről. Minden kemény és konok dühöt a zene megszelídít egy időre. Az ember, aki legbelül zenétlen, s nem hat rá édes hangok egyezése, az kész az árulásra, taktikára, s szelleme tompa, mint az éjszaka, s érzelme komor, mint az Erebusz. Meg ne bíz benne, hallgass a zenére. Milyen érdekes dolog, hogy Shakespeare is rájött arra, hogy aki legbelül zenétlen, arra már nem is szabad nagyon hallgatni se.
Én megmondom őszintén, hogy előadással járom most már több éve az országot, hát lassan most már a világot, bár ahhoz meg kellene tanulnom több nyelven, de azt tapasztalom, hogy igen, van olyan ember, aki azt mondja, hogy őt nem érdekli a zene. Ritkán vallják meg így őszintén az emberek ezt. Én mindig azt mondom, úgy megijedek ilyenkor. Mert vagy az az ember csak úgy rámondja, és nem is igaz, amit mond, vagy pedig, ha igaz, amit mond, akkor én azt mondom, nagy baj van. Ugye Shakespeare is rájött, hogy a zene olyan fontos része az életünknek, hogyha valaki ebből kimarad, mint hogyha azt mondaná, hogy már nem lenne teljes ember. Milyen érdekes dolog ez. Csajkovszki, híres zeneszerző, orosz zeneszerző, szintén valami hasonlót pedzeget, azt mondja, bizonyos, hogyha nem volna zene, egyel több okunk lenne arra, hogy megőrüljünk. Érdekes gondolat ez, ma már mondjuk sokan pont megfordítják, hogy hát a zenétől őrülnek meg, mert egész nap szól. Egy barátom pont így mondta, hogy dehogy is, hát az lenne jó, ha már nem szólna egész nap, mert teljesen megőrít bennünket a zene. És hát, hogy ugorjunk vissza a korban, időszámításunk előtt, 4. században Arisztotelész is gondolkozott a zenéről. Azt mondja, a zene közvetlenül mutatja meg a lélek szenvedélyeit, vagy állapotát, szelídséget, haragot, bátorságot, mértékletességet, vagy éppen az ellenkezőjét. Ugyanaz az érzés és szenvedély fogja az embert is átitatni, a hosszú időn át szokássá válva hallgatja a lealacsonyító zenét. Ha helyes és jó zenét hallgat valaki, majd hajlik arra, hogy jó ember legyen. Én ugye, ahogy mondtam, értékes vagy csak divatos címmel megpróbáltam a saját tapasztalataimat leírni, és lényegében arra fűztem fel az egész könyvet, hogy mi a zenei érték. Én arra gondolatra fűztem fel az egész könyvet, ami a Bibliában úgy hangzik, hogy gyümölcseiről ismerszik meg a fa. És valahogy ez vezetett tovább, akkor lehet, hogy gyümölcseiről is ismerszik meg a zene. És mi a gyümölcse a zenének, hogyan hat ránk, ugye? És akkor gyümölcseiről ismerszik meg a gyógyító zene is, ugye? Tehát valahogy azt mondom, hogy Arisztotelésznek ez az idézete azért jó, mert helyére rakja a zenét. Általában valakik túlértékelik a zenét, ezért is veszélyes, bár ráírtuk a plakátra, hogy gyógyító zene, de egy kicsit veszélyes, mert az ember azt hiszi, hogy akkor ez egy csodaszer. Ugye? Mint hogyha egy zenétől meg lehet gyógyulni, hát akkor mindenki úgy gondolja, hogy ez olyan egyszerű dolog. De az sem igaz, aki a másik végletet mondja, hogy hát nekem mindegy, hogy mi szól, vagy ne szól, inkább ne is szóljon, vagy teljesen közömbös vagyok ezzel a dologgal. Az pedig úgy gondolom, azért felelőtlen magatartás, mert lényegében nem veszi észre azt, hogy a zene sokkal több, mint gondolnál. Ugye Arisztotelész helyre rakja ezt, azt mondja, hogy a zene be tudja mutatni az érzelmeinket, a lelki állapotunkat, rossz dolgokat is, jó dolgokat is be tud mutatni, és azt mondja a végeredményben, és ezért tetszik nekem, nem azt mondja, hogyha valaki zenét hallgat, vagy jó zenét hallgat, jó ember lesz, ugye? Hanem mit mond? Hajlik rá, hogy jó ember legyen. Itt helyére is kerül a dolog. Nem csodaszer, de csodákra képes. Mert mi annál nagyobb csoda, egy ember hajlik ma a világban jóra, nem? Általában azt látjuk, sokszor mi magunkon is, hogy inkább rosszra hajlunk, nem? Hogyha valaki úgy magában néz, vagy látja a világot, azt látja, hogy a világban, és sokszor az emberi világban azt látjuk, hogy inkább csak a rosszra hajlunk. És hogyha valami el tudja érni, hogy hajlunk arra, hogy valami jót tegyünk, és ezért is jó ez az idézet, akkor ezt értékelni kell, és rájövünk arra, hogy a zene nem is annyira semmi dolog. És sokkal nagyobb hatással van ránk, mint gondolnánk. Szeretnék egy kis bemutatkozással is élni, mert úgy gondolom, hogy messzire jött ember azt mond, amit akar. Ugye? Ezt így szokták mondani. És ez így is van. Ezért szeretnék egy-két bizonyítékot adni arra, hogy én, amiről most fogok majd beszélni, ugye, részben a mai zenéről, mert miről is beszélhetne egy 21. századi ember. Elsősorban próbál a saját világában megtalálni dolgokat, vagy egyáltalán megvizsgálni, mert a régebbiekről sokszor nehezebb, bár nem mindig, a régebbi dolgokról is fogunk beszélni. Tehát a mai zenéről én hogyan tudok hitelesen beszélni? Hát úgy, hogy én is benne voltam.
12 évesen egy dobfelszerelés mögött a kis Ferge Béla, ugye nagyon felkapott kis zenész voltam, én nagy hajdubieri településről származom, és ott aztán mindenki körbe állt, és az osztályfőnöki órám, meg akkor még ilyen rajfoglalkozások voltak, én egy másik rendszerben, ugye, úttörőként. Itt már kicsit később, 16 évesen, azért mondanom sem kell, hogy ez könnyű zene, rock zene, ugye látszik, hogy nem Bachot dobolok éppen, vagy Vivaldi négy évszakát játsszuk. Igen, 16 évesen egy üveg dobfelszerelésnél, mindig elmondom viccesen, hogy valaki odajött egy koncert végén, és azt mondta, hogy ő akváriumnak szívesen megvenné ezt a dobot. Akkoriban, fiatalok, ez volt a rockzenészeknek a nagy álma, és nekem is egy amerikai üveg, Ludwig, ugye, az egy amerikai gyártmány, és ugye ez sok zenekarnak volt, úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy ha valaki a könnyű zenéről szeretne beszélni, akkor velem a múltban mindenképpen partner talál, ma már nem annyira, majd erről is beszélek, de mindenképpen vannak emlékeim, komoly emlékeim. Én nem, azt kell, hogy mondjam, nem szerettem a könnyű zenét, hanem imádtam. Mindent odaadtam a sztárokért, ezekért a zenészekért, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem is nagyon volt olyan stílus, amiben ne kóstoltam volna bele a könnyű zene világába. Ezért is itt már éppen egy szombathelyi együttes, a Lord együttessel, nem tudom, valaki megismeri, én vagyok az, aki nem akarok kilógni a sorból, a képből, ott bal oldalt belógok, hosszú hajjal. Itt pedig egy nyelv nyújtogatás közben, anyukám mindig orrolt is rám, hogy fiam, hát egy kicsit próbáld meg grimaszolni, és próbáld meg valahogy ezt. Ez egy Sziget Fesztivál, és lényegében nem akarom elmondani, mert nem is ezért jöttünk össze, de ez félben szakadt. Lényegében kialudt, mert elég sok csalódásom volt, főleg emberileg először ebben a sztárvilágban, ebben a könnyű zenei világban. Valószínűleg sok embernek van erről tapasztalata, vagy gondolata, vagy valamit lát is erről, hogy valaki kívülről, valaki belülről. Én belülről éltem meg 15-20 évig ezt a zenei világot, és lényegében először emberileg csalódtam benne. Valahogy így, ahogy Vörös Marti mondta, hogy nézd a világot, annyi milliója, és valódi boldog oly kevés. Én sem voltam valódi boldog. Mert mit szerettem volna az életbe? Kincs, hír, gyönyör, ahogy mondja a költő. Leghíresebb jazzdobos, sok pénzért játszani, és engem imádjon mindenki, ugye? Kincs, hír, gyönyör. Ezek viszont egy idő után, hogyha az ember elgondolkozik, ha nem gondolkozik, akkor könnyen becsaphatja magát, és könnyen rabjává válik ezeknek. De ha elkezd gondolkozni, és figyelmes, akkor rájön, hogy ezek mind hazug dolgok. Nem adnak valódi boldogságot, azt nem mondom, hogy nem adnak boldogságot, vagy valami boldogító érzést adtak bizonyos szempontból, de nagyon rövid ideig, és aztán pedig ürességet adtak. És így kerültem egy egészen más világba, a fogyatékkal élő világába. Ugye nagyon sokat zenéltünk, és itt van Isti is, ővele is, nagyon nagy örömmel szoktunk zenélgetni, táborokban, de én már 10 éve kaptam egy megtisztelő feladatot az élettől, középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek, éppen ez egy William szindrómás társaságnak a táborában Balatonfüreden zenélünk. Csodálatos élményeket éltem át és élek át köztük, és ha gyógyító zenéről lehet tapasztalatokat mondani, hát köztük lehet. Ugye csodálatos élmény az például, hogy egy teljesen zárt ember, autista ember megnyílik, jó értelemben. Rossz értelemben is láttam, hogy megnyíltak. Ezért is kezdtem el foglalkozni, mert én amikor közéjük kerültem, akkor elkezdtem ugyanazokat a rockzenéket játszani. Én csak emberileg csalódtam ebbe a világba, szakmailag még nem, zeneileg még nem. És elkezdtem zeneileg is ugyanazokat játszani, amiket addig. Csak ő neki. És akkor láttam, hogy kezdenek kivetkőzni magukból, kezelhetetlenné válnak is. Mondtam egy kollégámnak, hogy mondom, ezt én csinálom, én belőlem jön, a zenéből jön, vagy ők ilyenek. Azt mondja, Béla, hát mindegyik valószínűleg igaz, de azt mondja, tényleg meg kell ezeket gondolni. És elkezdtem gondolkozni azon, hogy lényegében lehet, hogy amit én csináltam eddig, az nem csak szakmai, vagy emberileg volt rossz, hanem szakmailag is sokszor. És elkezdtem gondolkozni, hogy gyerekeknek, akiknek lényegében a döntés nincs a kezükben, én döntök helyettük, hogy mit adok nekik, ugye? Felelősség, nagyon nagy felelősség. Elkezd meg gondolkozni, hogy akkor én most mit adok ezeknek az embereknek? Most nem volt elég 20 évig
becsaptam magamat, másokat is, és akkor most egy ilyen felelősségteljes feladatban is nem gondolkozom elég, és lényegében így kezdtem el gondolkozni ezen a témán. Itt Ranzsbúr tanár úr egyszer eljött egy koncertünkre, és lényegében csodálatosan kifejezte, azt mondta, ez azóta is cseng a fülembe, hogy Béla, te nagyobb dolgot csinálsz, mint én. Mondom, tanár úr, hát ilyet hogy lehet mondani, az egész országot ápoltad, próbáltad a családokat okítani, hogy hogyan kell családéletet és terápia és minden, és a feleségével is egyébként együtt dolgozom mai napig egy szobába, ugye délelőtt ő van, aztán én váltam őt a zeneterembe. És hát ő visszautasította, nem is, ott is hagyott ezzel a mondattal. De nagyon elgondolkoztató volt az ő szerénysége mellett az, hogy rámutatott arra, hogy a zene milyen csodálatos dolog. Azt lényegében arra mutatott rá, hogy nincs nagyobb dolog például ezeknél a gyerekeknél ennél. Ugye, mert rengeteg gyerekkel nem tudunk beszélni, nem tudunk kommunikálni. Autista kisfiút például úgy lehetett kinyitni 3 év után, nem kisfiú, 26 éves ember, de hát lényegében gyermek. Hogy eljött hozzám először zenélni, szétpakolta a termet, ugye kényszeres pakolással. Utána egy évig ott próbálkoztunk, egy év után adtam neki egy hangszert, akkor nagy nehezen elfogadta, utána egy másik év után már ő választott hangszert, de az nagyon hűséges maradt, és aztán egy pár hónapja pedig elmondta az anyukája nekem, hogy 26 év után egy pénteki délutáni zenei foglalkozás után rá lett arra, hogy az anyukájával elmenjenek egy inget megvenni. Soha nem mentek el együtt. Mindenkinek megköszönte az áruházba, hogy milyen szép inget kapott. Megnyílt egy ember. És ezért is nagyon nagyra kell értékelni ilyen szempontból. Ezért is mondom, nem csodaszer, mert a csodaszer lenne, akkor beadtuk volna egy nap alatt, és a fiú ment volna az áruházba. 3 év. Viszont csodákra képes. Hát itt valószínűleg sok anyuka van, meg ugye gyermekek, és tényleg vegyük komolyan a zenei nevelést. Tegnap itt a szülőknek elmondtam, hogy Kodályt mikor megkérdezték, hogy mikor kell elkezdeni a zenei nevelést, a gyermekeknél azt mondta, hogy hát a gyermek megszületése előtt 9 hónappal. Hú, mindenki nevetett, a francia egy konferencia volt, nevettek, a Kodály nagyon szűk szavú volt, de akkor, ha mondott valamit, akkor arra oda kellett figyelni. És akkor nagy nevetés, és akkor valahogy szót kért megint, akkor alább hagyott a nevetés, azt mondja, bocsánat, rosszul mondtam. Miért? Nem a gyermek megszületése, hanem az anya megszületése előtt 9 hónappal. De hogy visszatérek a zenei nevelésre, csodálatos módon hat a gyerekekre. Az értelmi világukra, érzelmi világukra, kapcsolatot teremt a különböző nevelési területek között, jó hatása van a beszédfejlődésre. Serkenti a gyermekek képi és irodalmi alkotások iránt, tehát esztétikai kíváncsiságukat. Alkotókedv, ami nagyon fontos, ugye? Végre lehet variálni. Fejleszti az emlékezetüket, képzeletüket, sikerélményhez jutatja a gyermekeket, segíti a zenei anyanyelv megalapozását, biztonsági érzetet ad. Nagyon érdekes például, hogy sötétben gyerekek énekelnek, a félnek. Egyébként emlékezzünk arra, hogy nem csak, hogyha a gyerek egyedül van, mindig énekel. Nézzük meg. Kislányomra emlékszem, de még mai napig is, hogyha egyedül marad, énekel. Mi már elfelejtjük ezt, de a gyermekekben benne van. Segíti a figyelmüket, közösségi érzés, a társas kapcsolatok, személyes kötődés, kontaktusteremtés. Tehát annyi csodálatos dolog, és tényleg, ugye ez így túlták fogalom, hogy hát az zene, ugye? Érezzük, hogy Kodály is ugye hozzátehette volna, hogy, és hozzá is tette, hogy vessünk véget annak a babonának, hogy a gyermeknek csak valami hígított művészetpótlék való. Igen, ezen el kell gondolkozni szülők, hogy ne azt gondoljuk, hogy hát a gyerek az olyan kicsi, akkor neki olyan kis tinglitangli, aztán majd akkor felnő, akkor meg csak nagy tinglitangli, ugye? Mert egyébként ez lesz belőle. Nem. Nagyon jól mondta Kodály, csak ezt már nem nagyon vesszük komolyan, amiket ő beszélt, hogy nem valami hígított, valami kis limonádé kell a gyerekeknek. Nekik is igazi művészet kell, igazi, szép, igaz dolog kell. És hát, ami nagyon megdöbbentő, amit Hámori József kutató írt le, agykutató, azt mondja, a jobb félteke Halántik Lebenyének érdekes zene tanulási periódusa 8 és 11 év közé esik. Figyeljünk, az ilyenkor hallott zenei anyag egész életre rögződik. Amit mondjuk azt mondja, hogy 8 és 11 év között hallgat egy gyerek, vagy tanul zeneileg,
az életére rögződik. És akkor írja, hogy ez a periódus jelentősen meghosszabbítható, hogy a gyerek megfelelő tréningben, tanulással, ez kitolható ez az időszak. Belegondoltunk ebbe, mekkora felelősség? Mit adunk bele a gyerekek idegrendszerébe? Mi marad meg a fejükbe? Majd mindjárt mutatom, hogy milyen felelősség ez, és én is épp ezért kezdtem el ezzel nagyon komolyan foglalkozni. Én egyébként, amikor először elolvastam ezt a kis idézetet Hámori Józseftől, mondom, hát ez túlzás, hogy életre rögződik. Másnap reggel megyek ki a fürdőszobába, egy kis idétlen dallam a fülemben van. Na, mi ez? Nem is én szoktam én ezt énekelni. Egy úttörő dal volt. Egy nagyon régi, idétlen, nagyon rossz úttörő dal. Ez a lehető legrosszabbak között való. Voltak jók is, már úgy, de ez nagyon... olyan értelem, hogy volt zeneileg, vagy valami mondani való, de ez egy idétlen, tényleg egy tipikus, és megmaradt a fejembe. Na mondom, Hámori Józsefnek igaza volt. Tényleg igaza volt. Hát a zenéről kellene gondolkozunk, mert nincs gyógyító zene, ha nem tudjuk, hogy mi a zene célja. Mert akkor nagyon könnyen elcsúszhatunk olyan irányba, hogy hát igen, igen, gyógyító zene, hát ami nekem tetszik, ugye? Vagy mit tudom én, hát az gyógyít, ami nekem jó. A zenének a céljairól egy kicsit később, de egyáltalán, hogy mi a zene, ugye? Nem tudom, szoktunk egyáltalán gondolkozni ezen? Hogy a szívünkre tesszük a kezünket. Én azt szoktam mondani, hogy férfiak beszélnek a fociról, a kocsikról, a nők a főzésről, a bevásárlásról, ruházkodásról, de a zenéről mondjuk leül egy család, vagy két hölgy, vagy a férfiak leülünk, te mit szólsz a zené? Tehát volt ilyen, ugye? Nevetünk rajta. Hát akkor lényegében nekünk a zene az csak olyan, mit tudom én, van még az is, ugye futottak még kategória, szokták mondani, hogy még az is ott valahol ott van. Pedig, ahogy mondja Hámori József, a zene minden ember vele született képessége. Ugye Kodállyal együtt, a zene mindenkié, minden emberé. Alig-alig van olyan ember, aki olyan idegrendszerre születné, én most egyre jobban látom, hogy ne tudna zenélni, vagy ne élvezni, vagy ne örülne zenének. Ezért is már sokszor irigykednek a kollégák is teljesen joggal, mert én nem teszek ezért semmit, de ha bemegyek az iskolába, csak azt lehet hallani, hogy Béla bácsi, mikor zenélünk, Béla bácsi, mikor... aki tud beszélni, vagy aki nem tud, az csak mutogat, hogy jöjjek már. És a kollégák azt mondja, Béla, hát mi itt a nyelvünket lógatjuk, mindent kiteszünk ezekhez a gyerekekért, tényleg húzzuk, vonjuk őket, gyógytorna, úszás, lovaglás, és megjössz, és akkor ez. Azt mondja, igen, tehát ilyen csodálatos dolog ez. Nem tudom, van itt a teremben, van, aki azt mondja, hogy ő botfülű? Biztos van. Meg kell cáfoljuk, egy német kutató azt írja, hogy senki nem botfülű, nincs botfülű ember, hanem esetleg olyan van, hogy nincs akkora tehetsége, és ráadásul még rossz zenei közegben, vagy semmilyen zenei közegben nem nőtt fel. Bár azért ez ritka. Az emberi agy kódolva van a zene megértésére, hát nem így, mint ez, csak ez egy ilyen vicces táblázat, vagy kis rajz, hogy így előre kódolva van a megértésre. A süket emberek is szeretik a zenét. Érdekes, hogy olvastam egy leírást, ahol egy süket, talán igen, lány, bevittek egy Beethoven szimfóniára, és pontosan utána be tudott számolni a rezgések alapján, hogy az a zene mi volt. Mikor volt lassú tétel, gyors tétel, fantasztikus. És ezt közel 100 éve vetették papírra. Honnan van a zene az agyunkba, és kikódolta, vagy hogyan kódolta előre, ez nagyon nagy kérdés, hogy a Darwin is azt mondja, hogy nem tudja. Hát az evolúció atya nem tudja megmondani azt, hogy lényegében a zene hogyan került az agyunkba. Azt mondja, egy nagy misztérium. Miért mondja ezt? Azért mondja ezt, mert ugye a madaraknál meg tudjuk magyarázni, egy fülemüle, ha nem szépen énekel, akkor kihal a faj, ugye? Ha nem tanítja meg a fülemüle fiú a gyerekeket mondjuk szépen énekelni, akkor vége. Hát igen, az embereknél azért ilyen nagy probléma talán nincs, ugye? Fiúk, hogyha nem éneklünk szépen, azért még a lányok csak ránk néznek. Ahogy szoktam viccesen mondani, a feleségem attól még ad nekem vacsorát, ugye? Tehát lényegében semmi hasznunk nincs már fajfenntartás szempontjából, vagy létfenntartás szempontjából, a zenére nincs szükségünk. Ezért is mondja Darwin, megmagyarázhatatlan, hogy került oda az agyunkba. Egyes pszichiáterek, van egy nagyon jó könyv, Zenebolondok a címe, ez a pszichiáter le is írja, hogy lényegében a törzsfejlődést át kellene gondolni ez alapján, az csak a zene miatt is már. Nagyon érdekes dolog, ezzel nem nagyon szoktunk gondolkozni.
Kodály azt mondja, hogy teljes lelki élet zene nélkül nincs. Van olyan hely a lelkünkben, ahova csak a zene tud bejutni. Mint hogyha azt mondaná, hogy van egy olyan hely, amit a zene tud megsimogatni. Oda csak a zene tud elérni. Milyen érdekes dolog. És azt is írja, hogy a népek legendái isteni eredetűnek tartják. Lelki táplálék, csodálatos szavak ezek. Luther ő már az Darwintól eltérően másképp gondolkozott, azt mondja, hogy Istennek ez egy pompás, szép pompás adománya. Pompás, szép adománya, és azt mondja, Isten szent igéje után semmit sem kell úgy méltányolni és magasztalni, mint a muzsikát. Nagy gondolatok ezek is, és nagyon elgondolkoztató. Mert ő is rájött, hát maga is ugye lanton játszott és több dallamot szerzett, hatalma és ereje van a zenének az ember fölött, jó és rossz értelemben. És általában én ez, és az egész könyvnek, amit megírtam, lényegében ez egy mottója, ez az idézet, amit most látnak, és hoztam egy könyvet is, hogyha valakit majd érdekel, hoztam antikvár példányokat. Yehudi Menuhin, az ember zenéje. Azért tartom nagyon jó könyvnek, mert olyan lényegre tapintóan ír egy-két mondatot sokszor a zenéről, amit az emberek mondjuk lexikonokban nem találnak meg, itt egy mondatban kifejeződik. Azt mondja Menuhin, aki egyébként Menuhinról nem tudom, mit tudnak, elég sokat járt Magyarországon, és nagyon szerette, főleg Bartók miatt a magyar népzenét is, és Bartóktól ő rendelt is, hogy írjon neki művet. Már 6-7 évesen egyébként Menuhin egy teljesen csoda gyerekként ugye játszott, hegedült, és sokszor elmondom, hogy a 20. századi zeneterápiát végül is ő azzal elindította, hogy háborús sebesülteknek játszott kórházakban. Csodálatos dolog volt, és nagyon megrendítő, hogy sokszor halálos sérüléssel lévő katonák mondjuk Bach hegedű szviteket hallhattak mondjuk utoljára ebben az életben. Úgy búcsúztak el az élettől. Menuhin erre nagy hangsúlyt fektetett, mert látta ennek a hatalmát, és látta ennek az erejét. Én magam is, megmondom őszintén, egyre többet gondolkozom, hogy az előadások is még sok teendő mellett el kellene indítani egy ilyet is, hogy beteg gyermekek és beteg felnőttek közé is elmenni, mert nagy vigaszt lenne nekik a zene, az igazán szép és értékes zene. Szóval a Menuhin azt mondta, mióta ember él a Földön, a zene egyik célja az, hogy örömet szerezzen nekünk. Ugye ezzel egyetértünk. Még ha nem is örömet szerez mindig, sokszor bánatos zenéket, ugye magyarok főleg nagyon szeretik a bánatot, meg sírva vigadunk, ugye? Ugye van Petőfinek híres sora, hogy olyan a magyarnak a bánat, hogy anélkül már élni sem tudnának. Ugye? De azért legyük hozzá, hogy hát nem csak bánat van a zenébe, öröm is van a zenébe, sőt, jó esetben öröm van a zenébe. Ezzel általában egyetértünk. Én amikor ezt az idézetet elolvastam, egyből ez rendben van, Menuhin, semmi baj. A második mondattal már nem nagyon, vagy legalábbis el kell kezdenünk gyötörni az agytekervényeinket, hogy rávegyük magunkat. Azt mondja, a zene másik célja, hogy megmondja az igazat. Milyen érdekes. Nem csak egy ilyen örömszerző forrás, hanem mond valamit, és még igazat is mond. Hát ma inkább úgy érezzük, hogy inkább semmit mondó zenék vannak, nem? Nem, hogy igazat mondanak, hanem inkább semmit nem mondanak. Vagy ha mondanak, hát nem éppen igaznak érezzük ezeket a dolgokat nagyon sok esetben. Meg egyáltalán hogy van az, hogy például bizonyos zenében nincs szöveg? Hogy mondhat az igazat, ugye? Mondja nekem egy tanítványom. És akkor kell ezen gondolkoznunk. Én egyébként azt szoktam mondani, hogy a gyerekeknek, fiataloknak, itt rátok nézek, hogy gondoljatok úgy a zenére, mint egy jó barátra. Hogyha azt kérdezem tőletek, hogy egy jó barát állandóan hazudozik, vagy ha egy barát, akit barátnak gondolunk, állandóan hazudozik, és úgy az örömet nekünk, az jó barát? Nem. És hogyha megmondja az igazat, tehát megmondja, hogy nem tudod a matekot, eláll a füled, meg mit tudom én, mi a hibád, de nem bátorít és nem ad reményt, nem akar örömet adni az életedbe, csak úgy odavágja, hogy mit tudom én, milyen vagy. Az jó barát? Az se jó barát. Tehát úgy látszik, hogy az életben is és a zenében is így áll össze a két dolog. Az öröm és az igazság az nem külön választható dolog. Ha egy zene úgy akar nekem örömet adni, hogy hazudik, akkor az csak fél lábon áll. És ugyanúgy a másik oldal is, hogy csak megmondja az igazat. Én megmondom őszintén, majd mindjárt fogok erről beszélni, ezt a világ ketté választotta. A mai zenék, én amit látok gyerekeknél, amiket hoznak,
az egyik vagy feszült, és meg akarja mondani igazat, hogy itt világ vége, itt nagyon rossz a világ, vagy nagyon oldott, akkor pedig ilyen nagyon könnyed, és az sem igaz. Igazából a gyógyító zenékről, ha gondolkozunk, akkor arra kell gondolnunk, hogy feszültség és oldás a zenében. Ugye rengeteg feszültséggel élünk a világban, és várjuk a megoldást és az oldást is. És a zene is ezt kell, hogy bemutassa. Én azt mondom, hogy ha egy zenében csak feszültség van, ugye az előbb mondtam, az sem jó, ha csak az van. De ha csak oldott, az sem jó. Mert ugye érezzük, hogy az életben vannak feszültségek, és vannak oldottabb részek, ugye? És erre szeretnék egy kicsit most kitérni. Bocsánat. A ritmussal foglalkoznánk, és valahogy ritmikus játékokkal keresztül néznénk meg azt, hogy hogyan értetjük meg, hogy a zene miképpen tud mondjuk feszültséget és oldást adni, vagy megmutatni, vagy bemutatni. A ritmus összhangról egyébként nagyon érdekes dolgokat mondanak. Azt mondják, hogy bizonyos emberek, ha egymásra hangolódnak is valami, nagyon, nagyon ugyanúgy akarnak valamit, egy célért küzdenek, ugye? Azoknak az agyi elektromos hullámok azonosak lesznek, a testtartásuk, mozgásuk is hasonló, sőt a légzés is beáll azonos ritmusra. Tehát ritmikus lények vagyunk, milyen csodálatos dolog. Ha én valakivel valamit nagyon együtt akarok csinálni, akkor a ritmusunk is egyezni fog. Nagyon érdekes dolog. És valahogy, hát itt most azért is kell, hogy erről még beszéljek, mert a ritmust, mint hogyha a ritmust is szétválasztották volna a dallamtól ma, nem? Nem úgy éreznénk, hogy most a mai zenében a ritmus az uralkodó. De annak is valami butított, vagy valami nagyon egysíkú változata. Mert már mindjárt megnézzük, hogy az igazi ritmusok rengeteg félék és nagyon változatosak. Nekem itt egyszer egy kisiskolás kislány, mikor megfeltettem a kérdést, hogy mi a ritmus, azt mondta, hogy Béla bácsi, ez olyan, mint a csontváz, nem? A zenébe. Mint egy embernek a csontváza. És milyen jól megfogalmazta, lényegében azt tartja a testünket. De hát, hogyha egy emberre gondolunk, azért nem egy csontvázat látunk, ugye? Kellenek még dolgok ahhoz, ugye? Nem mint a biológia órán, amikor behozták Samut és azt néztük. Tehát külön venni a ritmust a zenétől, az nem jó dolog. Az csak egyik fontos alap, a csontváza, tényleg tartja a tartószerkezet, rendet csinál a zenében, de nem külön, hanem együtt, ahogy mondja Pernyi András híres zene, ezt itt a zenetörténész, azt mondja, a zene, a dallam, a ritmus és a harmónia egysége. Ezek együtt alkotják. Ha valamelyik részt csak kivennénk belőle, ugye főleg a ritmus tudjuk kivenni csak, ugye a dallam nem működik ritmus nélkül, akkor már nem teljes zenéről beszélhetünk. Tehát azt mondja ez az amerikai szerző, hogy minden szervünk ritmikusan működik. Hogyha valami olyan zenét hallgatunk, ami ezzel nem harmonizál, az széttör bennünket, szétdarabol bennünket. A zene és az emberi agy valódi meg nyugvás kérdőjel. Nem tudom, mennyire tudjuk, vagy mennyire foglalkoztunk ezzel, az embernek ugye az agy koronája, vagy a lényegében az gondolkozásunk központja az homloklebeny. Azért is csapunk ide, hogy jaj, elfelejtettem. Ugye? Meg ha döntünk valamit. A lelkiség, az erkölcsiség és az akarat székhelye egész lényünknek ellenőrző központja. Ha ezt lényegében megsérül, ugye? Vannak ilyen sérülések. Vagy hogyha ki tudják kapcsolni, vagy ki tudják kerülni valamilyen úton, lényegében megsemmisítik a gondolkodásunkat. A kontroll elvész. Nem fogunk tudni úgy dönteni, nem azt mondom, hogy nem döntünk esetleg, de nem úgy dönteni, ahogy normális esetben döntenénk. És ami a legmegdöbbentő, a legtöbb gyógyító szakember azt mondja, hogy bizonyos zenei típusok, mint például a rockzene és a mai slágerzene, kikerüli a homloklebenyt. És így kikerüli azt a képességet, hogy átgondoljuk és ítéletet alkossunk felőle. A bizonyítékok azt mutatják, hogy ez is csak úgy, mint a televízió, hipnotikus hatást vált ki. Nagyon megdöbbentő volt számomra is, és aztán itt állt össze a kép, hogy azok a gyerekek miért nem tudtak még annyira se dönteni, hogy hogyan viselkedjenek, és miért nem tudunk sokszor és sok esetben gondolkozni tisztán, ha ezeket a zenéket hallgatjuk. National Geographic utána ment ennek, hogy mi a mai ritmusvilágnak a gyökere.
és vissza kellett menni egészen az 1600-as évekig, amikor Amerikába afrikai, nyugat-afrikai embereket, fekete embereket vittek rabszolgának. Itt egy ilyen rituális dobzene, ugye az idősebbek talán emlékeznek, ez a rockabilly, olyan, mint egy ugye? Vagy bugi, vagy nem tudom, twist, ugye? Pedig ez csak egy afrikai dobzenekar, nem hallottak a rock'n'rollról, és a pénzt se ők keresték vele. Egyébként rá is jöttek utólag, és most már nagyon mondogatják, hogy az amerikaiak sokkal több pénzt keresnek az ő dobzenéjükkel, mint ők, akik kitalálták. Ez pedig egy ilyen, inkább egy technóra hasonlít, egy mai technó zenére. És azt mondja itt a kutatás, hogy a jellegzetes nyugat-afrikai ritmusok túlélték a rabszolgakereskedelem időszakát, és befolytak, hogy hogyan ez egy hosszú folyamat, erről most nem beszélnék, de befolyt az összes könnyű zenei irányzatba. Itt van egy nagyon jó kis táblázat, én nagyon szeretem ezt, mert lényegében ez leírja azt, hogy nézzük meg, ott alul ott van a rabszolgák zenéje, ugye főleg a dobzene. Azt hozzá kell tenni egyébként, hogy az afrikai törzsek csak bizonyos időszakokban használták. Nekem van egy ilyen filmem, közel egy órán keresztül ugyanazt a ritmust ismételgették, és valami nagyon egyszerű kis ének még volt hozzá. Hát gondolhatjuk, hogy egy idő után az idegrendszer kifárad, és persze, hogy ellebegnek, és már a szellemekkel társalognak is. Ez ugye erről is szólt, hogy ők erre rájöttek, hogyha bizonyos fajta ritmust állandóan ismételgetünk monotonan, akkor az a hat ránk, és akkor ellebegünk. És nézzük meg, hogy lényegében ez a fajta ritmusvilág az egész könnyű zenére kihatott. Tehát nem, valaki azt mondja, hogy hát de kérem, és akkor kérdezi, hogy és a soul zene, vagy a rap, elektronikus, vagy a nem tudom, a szentimentális pop zene, vagy nem tudom, azzal mi van? Mind ugyanarra gyökerre, utána ment egyébként egy amerikai kutató ment ennek utána, és le tudja vezetni pontosan, hogy hol ágaztak el, lényegében ugyanaz mindegyik. Nagyon megdöbbentő, hogy ilyen egysíkú lett a ritmus világa a zenének. Ha belegondolunk, barokkorszakban hányféle táncritmus volt? Amire aztán a zeneszerzők switch sorozatokat írtak. Courant, Allemande, Jig, mindenféle táncritmusok voltak, és arra írták a nagyon híres zeneszerzők. Most nem mutatom meg. Ez a fontos. Ez az a lényegében, amiről most beszélünk. Ez az a ritmus világ, vagy ritmus, amit egész nap hallunk a rádióban. Leegyszerűsítve ez úgy van, hogy tut, pap, tut, pap. Lehet ezt változatot, hogy tut, pap, tut, de mégis ugyanaz, lényegében teljesen ugyanaz. Én azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogyha bejönnek az órára, hogy játszanak nekem valamit maguktól. Mondjuk én ütőtanár vagyok, és kérem. És akkor beülnek, pap. Jó, egy kicsit hallgatom, ameddig bírom, aztán mondom, hogy hát tudom, én is így kezdtem, most valami mást. Hát mondom, ez tényleg sokkal másabb. Én azt szoktam mondani, hogy nem tudnak a gyerekeink ezektől a zenéktől nem csak hogy gondolkozni, de ha lejjebb megyek, ritmus mondatokban gondolkozni. Majd mindjárt megmutatom, hogy mi egy lényegében egy ritmus mondat. Én azt mondom, hogy mi van, semmi. Ez ilyen beszélgetés. Most én mondanám önöknek, mi van, önök azt mondanák, semmi. És ezt mondjuk tennénk 3 órán keresztül. És a zene megcsinálhatja velünk, most nevetünk. És senki nem kapcsolja ki. Hát, hogy ennyit megmondja az igazat, semmit mondó. Mi van, semmi. Semmi, semmi. Ugye? Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. Ez erről szól. Tudnélik, ezzel az embereknek fellazítják, és körülbelül így néz ki ez, hogyha ábrázolnom kellene. Mi van? Semmi. Mi van? Semmi. Ugye? Még talán látjuk is, hogy az ablakon így beszélgetnek az emberek. Pedig a természetben ilyen formákat nem látunk. Ugye? A természetben ilyen kocka formákat nem látunk. Ha a zenében nem látunk, nem hallunk ilyen ritmus gondolatot, és ráadásul ráhúzzák ezt a puf, tá, mi van? Semmit, mi dolgunk vele? Akkor lényegében, ahogy egy autószerelő barátom mondta, Béla, ha én a kormány helyére betenném a féket, vagy a kerék helyére egy kormányt, a kocsid nem menne. Ezek az emberek, akik ezeket a mai slágereket tudják, pontosan tudják, hogy miért írják meg, ha pedig nem tudják, akkor hogy lehet, hogy ennyi pénzt keresnek vele. Csak azért, mert mi nem gondolkozunk rajta, és hallgatjuk, ugye? Mert van rá kereslet. Nagyon megdöbbentő ez. Pedig ha tavaszi szél vizet árasz című dalt elénekelnénk, inkább egy ilyen tájra gondolnánk, nem a
bérházakra, ugye? Lényegében azt mondják, a zenészek maguk azt mondják, akik ezt gyakorolják, hogy három dolog kell, hogy az embereknek a gondolkozását ki tudjuk kapcsolni. Ők energiának hívják. Hangerő, ismétlés és ritmus. Ez a három kell ahhoz, hogy embereket manipulálni tudjak. Nagy hangerő, azt láttuk, hogy megvan, és ismétlődő ritmus. Monoton, ismétlődő ritmus. Egyébként erre nem most jöttek rá, Ágoston is már nagyon régen leírta azt, hogy egy fiatal ember egyszer elment egy ilyen gladiátor küzdelemre, amit én nagyon nem szeretett. Nem szerette nézni. Mikor a tömeg elkezdett ritmikusan üvöltözni, egy pár perc után ő is átvette, és ő is ugyanazt csinálta. Aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére. Gondoljunk csak bele, egész nap ez szól, minden rádióba. Ha bemegyünk a bevásárlóközpontba, mindenütt ez szól. Csak elég az, hogy az emberek már nem tisztán gondolkoznak. Nem kell extázisba esünk, mint az afrikai törzsek, bár ők csak egy hónapban egyszer csinálták. Nem kell fetrengünk, mint egy rockkoncert, nem kell nekünk azért megvenni 10 000 forintért egy jegyet az arénába. Ott szól mindenütt, és elég, csak hogyha rá tudnak venni bennünket arra, vagy a gyerekeinket majd később, hogy fogyasztók legyünk. Hogy azt fogyasszuk, amit ők adnak. Föl van építve az egész rendszer. Kisikortól a nagyokig. Ezért kell már a kicsiknek is 5 évesként 15 évesnek lenni, meg trendinek lenni. Ezért kell már mindenkinek fejhallgató, meg telefon, meg minden, mert ehhez lehet felépíteni később az egész rendszert. Az egész egy óriási üzlet. És ha bemegyek egy üzletbe, és például nem ezt szólna, kíváncsi lennék, hogy mi fogyna el, vagy hogy. Ugye? Kanadában a Mozart vonós négyesek szólnak egy téren, még a kábítószer kereskedelem is visszaszorult. Milyen furcsa lenne, vagy milyen más lenne a világ, ha csend lenne bizonyos helyeken, vagy valamilyen más zene szólna. Egy barátom a kocsiba ülve állandóan üvöltözött, mert ilyen zene szólt. Mikor kértem, hogy próbálja ki, hogy csend van, aztán nyugodtan tudott vezetni. Elég az, ha már nem vagyok teljesen tiszta gondolkodású. Ha könnyebben kimondok egy csúnya szót, ha könnyebben döntök másképp, mint ahogy egyébként döntenék, már ez is extázis. Ez is a gondolkodásom kikapcsolása. Ez is kikerüli a döntésemet. Már nem az vagyok. Meg tudják csinálni ritmussal. Nagy találmány, nem? De ahogy látjuk, nem mai találmány. És ugye az ismétlés nagyon fontos. Van ismétlés a tavaszi szélbe is, ugye? Tararara, az ismétlődik kétszer. Tararara, 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 ugye ott van még egyszer. Tararara, tararara, de mennyivel más? Persze, az ember szereti az ismétlést, de nem mindegy, hogy ugyanazt mondom. Mi van? Semmi. Mi? Óráki. Ez nem méltó az emberi fajhoz. És a gyümölcsök, a hatások. Mert ahogy azt mondtam az elején, gyümölcseiről ismerszik meg a fa. A monoton dobolás hatására hipnózis. Dinnyék, önök szerint mit csinálnak a dinnyék a rockzenére? Izolációs kamrába raktak dinnyéket. Az egyik klasszikus zenét hallgatott, a másik pedig rockzenét. A rocker dinnyék... Növekvő dinnyék, vagy már növekvőt. Hát igen, megállt és elpusztult, és kimászott az ablakon. Vagy legalábbis szeretett volna. A klasszikus zenész dinnyék, úgy látszik, hogy a rezgés ennyire más, rátekeredtek a hangszóróra. Ugyanezt megcsinálták egerekkel. Ott a rock csoport, három csoport volt, rocker egerek, klasszikus zenész egerek, és semmit nem hallgató egerek, zenétlen egerek. Egy labirintusba tették be őket, és betettek táplálékot. Egyedül a rock egér, vagy rocker egér nem találta meg a táplálékot. A többi mind megtalálta, és hogy mennyire beeszi az idegrendszerünkbe magát ez a ritmus világ, és most mondom, a kis motivum töredékekről nem beszélek, mert az is, az egy másik téma lenne. Arról lehetne még egy előadást tartani. Most csak a ritmusról beszélek. 2-3 hétig nem hallgattatták a rockerekkel azt a vagy ezt a slágerritmust, és 2-3 hét után se találták meg. Annyira szétszette őket. Beleeszi az idegrendszerünkbe magát, és szétszed bennünket.
Itt vannak a kutatások, megcsinálták autóvezető szimulátorban. Nézzük meg egyébként azokat a kocsikat, ahol ez szól. Hogy vezetnek az emberek? Nézzük meg. Sokkal durvábban vezetnek. Itt a szimulátorban is sokkal több volt a baleset, ha ez a zene szólt. A klasszikus zene növeli a koncentrációt, a memóriát, a kreativitást, a tetterőt, valamint pozitívan befolyásolja, egyre többen mondják az immunrendszer. Például a Mozart zenére nagyon, nagyon jókat írnak. Nagyon jókat írnak. Azért is mondtam, hogy erről még beszélünk. A heavy metal és techno zene ugyanakkor semmilyen terápiás gyógyerővel nem rendelkezik. Egyesek azért hallgatják, hogy levezessék az idegrendszer, vagy a fáradt gőzt, de én azt mondom, hogy az körülbelül olyan, mint hogyha ideges vagyok és elszívok egy cigit. Most jót tettem? Lehet, hogy addig egy darabig jó. Ugye azt mondja a kutató, hogy a szívritmus viszont meg a vérnyomás ott felmegy a technózenére, és állítólag a technózenétől még hirtelen halál is lehet. A szívritmust annyira átállítja, annyira felpörgeti, főleg, hogyha még valami szereket is szednek hozzám, mert szinte együtt. De ne csak a technóra gondoljunk, mondom, az általában, mert az tényleg a technózenére egy elég durva dolog. Tehát én azt mondom, hogy a jót jóval lehet legyőzni, hogy az ember feszült, akkor nem technózené a megoldás. Én is egyszer feszült voltam, berúgtam a idegességembe, berúgtam az ajtóba, hát a lábam fájt, utána semmi más nem történt. Tehát én azt mondom a gyerekeknek, ha feszültek, és mozgásra vannak, vagy akkor mozgással próbálják, a zenét ne arra használjuk, hogy levezetjük a feszült, hogy kitomboljuk magunkat, mert még rosszabb állapotba kerülünk. Ez történt az én gyerekeimmel, akiket tanítok. És utána, persze, feszült volt, mi lett? Felajzott lett utána. Már nem is tudtam, már egyáltalán nem tudtam kezelni, még annyira sem, mint feszült állapotában. Egyik rosszból a másik rosszból. És akkor itt van az, hogy a jó hatásokról is beszéljünk, és ami a lényeg, a gyógyító zene. Telemann és Corelli, Vivaldi és Handel Bach muzsikája rendezett tiszta dallamaival és szívritmus közeli tempóival, 50-70 ütés percenként, a tanulást és a memória fejlesztést segíti. Egy másik tanulmány ezzel kapcsolatban kifejti, hogy Mozart zenének ritmusa összhangban az ember agyritmusával. És ez magyarázhatja, hogy jobb, például sok gyereknél jó eredményeket ér el, hogy fejleszti a szellemi tevékenységét. Jobban lélegzünk. Nagyon érdekes, hogy a szívbetegeknél is nagyon jó eredmény van. Viszont hiába hallgatunk szép zenét, ha valamit más tesznek rá. Megmutatom, hogy miről beszélek. Ehhez viszont vezényelnünk kell. Próbáljuk meg vezényelni, jó? Aki nem lép egyszer. Kockafejű emberek. Érezzük a különbséget? Valahogy így darabol szét bennünket. Egy sajnálatos és egy drámai mondat. Honegger, egy francia zeneszerző azt mondta, zenei civilizációnk pusztulásával, amely azt mondja, amely különben csak az egész civilizációnk végét előzi meg, olyan bátran és tudatosan kell szembenézni, mint ahogy az ember a halált várja. Ez a Honegger, ez rájött arra, hogy amikor látják az emberek, hogy már teljes válság a zene és teljes csőd, akkor ott már nagy baj van az egész emberiséggel. Nagyon jól látta. Viszont nekünk ezt a saját kis életünkben nem szabad elfogadnunk. Nagy tömegeket nem tudunk megváltoztatni. Most is, ugye amennyien eljövünk, annyi azt tudunk szólni, de hányan még el tudjuk mondani azt, hány embernek, amiket ma hallottunk. És nagyon fontos dolognak tartom, és ezzel zárnám le már ezt az egész gondolatvilágot, való világ vagy álomvilág. Ugye lényegében beszéltünk a rock zenéről. Azt szoktam mondani a gyerekeknek, a rockzene megmondja az igazat? Azt mondják meg. Mondom, miért? Mert azt mondja, hogy nem ilyen erőszakos a világ. Mondom, igazatok van, ilyen is, de nem csak ilyen a világ.
Ha ilyen lenne a világ, akkor most én mindenkivel pofoszkodnék itt a teremben. De nem. Nem csak erőszakos a világ. Aztán hoznak nekem egy ilyen zenét. Ismerjük az ilyen dolgokat, ugye? Szentimentális, ilyen, love you, megy. Ez a tipikus semmit mondó szerelmes dal. Nagyon sokan szeretjük, egyébként felnőttek is ezt jobban, ugye ezt jobban bevesszük, mint ezt a vad rockot, mert hát mi úgy öregek vagyunk már ehhez. Valami kis tingli-tangli szóljon, valami kis limonádé, aztán kész. Pedig ez nagyobb veszély. Ez nagyobb veszély, mert én azt mondom a gyerekeknek, mondom, gyerekek, rendben van. Akkor megint megkérdezem, ilyen a világ? Nem. Miért nem? Azért nem ilyen a világ, mert nem minden rózsaszín, és nem minden olyan, mint a Hawaii tengerpart. Van matek doga, meg a Józsi is megcsal sokszor. Vagy egyszer, de aztán reméljük, hogy többször nem, mert már nem foglalkozol vele. Ha ilyen világban engedjük a gyerekeinket, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon rossz vége lehet. Egyébként ma már ezeket a slágereket tényleg úgy is csinálják, hogy ráakadjon a fülünk. Fülbe mászó dalomok, fülférgeknek hívják ezt a pszichiáterek. Itt van. Direkt olyan dallamokkal, olyan kis kedveskedő dolog, hangszereléssel csinálják meg, hogy mindenki. Tehát a homloklebenyt kikerül, és szépen megy az alacsonyabb emocionális részekbe. És akkor az embert már nem itt érinti meg valami, hanem csak érzelmi szinten. Jaj, de szép, ugye? Elolvadunk, jaj. Pedig nézzük meg, nagyon sok gyerek ezt majmolja, pedig ne a külső szépségedet tündökölj, hanem tetteid legyenek szépek. Meg kell érteni a gyerekeknek is, hogy a szeretet az két dologból áll. Kettős kincs és kettős teher. A szeretet teher is. Azt hiszik, hogy a sok gyerek, és utána becsapódnak, hogy a szerelem az olyan szép rózsaszín dolog, emiatt, a Hollywood miatt. Mert nem értik meg, hogy az érzelem az bölcsesség. Az érzelmesség pedig ostobaság. Én ezt így tudnám, ez a mai világ. Ember, ha túl durva a világ, válaszd ezt. Menjél az álomvilágba. Legyél. Most, ha az ember belegondol, egy művészeti alkotás ott kezdődik, hogy be tudom magamat helyezni. Hát én nem tudom, most ez a szirén legyek, vagy az a fehér egyszarvú, nem tudom, úgy nézek ki, vagy... Nem. Tehát ott kezdődik a dolog, hogy rájövök arra, hogy a világ nem álomvilág, nem egy rózsaszín világ. A szeretet teher is, ugye? Mert ez a fiú nagyon sok rosszat tett, és az apja úgy fogadja vissza, úgy szereti. Be tudom magamat helyezni, megértem, hogy kettős teher és kettős kincs, hogy szeretni kell. Ezt a gyerekek nem értik meg, olyan csapdába esnek, olyan hazugságba, ami iszonyú nehéz kijönni. Sírva jönnek. Sokszor gyerekek előadások után, hogy ők most jöttek rá arra, amiről nem beszélt neki. Se szülő, se tanár, nem mondjuk el a gyerekeinknek ezt a dolgot, hogy gyerekek, az egész világ be akar benneteket csapni. Fogyasztóvá akar tenni, hogy aztán 25, meg 30 évesen, vagy 40 évesen rászokja arra, amit ők beléd akarnak súlykolni. És még egy veszélyre hívnám fel a figyelmet, ez a meditáció zenék. Rengeteg ember azzal érve, hogy attól ő megnyugszik. De én azt mondom mindenkinek, nem javaslom. Nem javaslom meditációs zenéket, mert miről szól ott is, ki kell kapcsolni ott is a homloklebenyt, alfa-agyi ritmusok jelentkeznek, tehát nem olyan, mint az álomban. De alfa-agyi ritmusokat én megmondom őszintén, álmon kívül nem akarok. Tehát én nem akarok ébren aludni. Mikor nekem adtak ilyen zenéket, akkor mondták, hogy hallgassam, még a 90-es években jött ez az ezoterikus irányzat, és adtak ilyen zenét, szólt ez a zene, hát ismerjük valószínűleg, hallottunk ilyen zenéket. Ilyen zenét kellett hallgatni, azt mondta az illető, aki adta nekem, majd ettől aztán zsibbadni fog a mindenem, hát nekem a fejem zsibbad, mert zenészként rájöttem, hogy ez egy nagy nulla. Itt most bármelyikünk idejönne ezzel a szintetizátorral, meg tudná csinálni. Nagyon jó üzlet ez, ez ugyanez. Ugyanez a kép. Óriási üzlet. Egy barátom azt mondta, hogy neki ilyen ezoterikus zenét kellett írni valami áruházláncba, mert hogy ezzel szédítik az embereket, mert akkor jól el vannak ott, és akkor veszegetnek mindent órákig. És azt mondta, hogy már unta, hogy egy hangot kell nyomni órákig. Hát itt nincs egy zenei gondolat. Ez olyan, mintha úgy tartanám önöknek az előadás, hogy nem tudom, lehet. Maguk azt mondják, a Béla maga berúgott, menjen haza, vagy mit tudom. Egy barátom azt mondta, ez körülbelül olyan, mint egész nap nyugtatón élnénk.
nagyon szomorúan hallom, hogy rengeteg ember a feszültség miatt egy ilyenbe menekül. De én azt mondom, lényegében ez mivel operál? Van egy hangmassza, és ráraknak szelet, meg mindenféle szép természeti hangokat, azzal adják el a semmit. Akkor inkább menjünk ki, hallgassuk meg az eredetit a természetbe. És ne adjunk ki ilyenekért pénzt. Mert ráadásul a japán kutatók rájöttek, hogy egereknél szívátültetet végeztek, és a klasszikus zene növelte azt az időt, amivel tovább élt még az átültetett szerv. Ez a New Age, meg ez a monoton ritmusú zene, ez nem. Nem tett hozzá, tehát nem építette a szervet. Itt egy egészen más kultúra, mert körülbelül beszéltünk most háromfajta földrajzi kultúráról. Most így nagyon, nagyon leegyszerűsítve mondom. Beszéltünk az afrikai kultúráról, beszéltünk az amerikai, ugye az hollywoodi amerikai kultúráról, lényegében is beszéltünk az ázsiai, vagy keleti, ugye ez az ezoterikus, inkább onnan jött ez a vonal. De nem beszéltünk a keresztény, vagy zsidó keresztény, vagy az európai kultúráról, mert alig-alig tudjuk, hogy lényegében a keresztény zenét, vagy a mai európai zenét, amit hallgattunk, mondjuk Mozart, vagy bármit, honnan vettük? Honnan, mi a gyökere? Mert most rájöttünk, hogy ennek a rock zenének, mondjuk az afrikai dobzene, mondjuk. Mi a gyökere? Nagyon egyszerű, a zsidó zene. Nagyon érdekes dolog ez. Utána ment egy szerző, majd megmutatom a könyvét, ha valakit érdekel, kelet zenéje. Logikus egyébként a dolog. Mit mond a kelet zenéje szerzője? Azt mondja, kérem, nagyon egyszerű, az első keresztények zsidók voltak, ugyanazt énekelték a zsinagógába, amit addig, és lényegében a Gregoriánt, amikor összegyűjtötték, nagyrészt zsidó dallamokat gyűjtöttek össze. Hogy én megmutassam önöknek ennek a bizonyítékát, ezt bemutatom. Ez egy zsidó ének. Egy elzárt jemeni közösségbe vették föl. A bácsi azt sem tudja, hogy mi az, hogy kereszténység. És most jön a Gregorián, több ezer évvel, vagy 100 évvel után. Így vándorolnak a dallamok. Énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel. Ez határozta meg az európai kultúrát. Ezért lettek ilyen magas szintű zeneművek, mint a Bachi zene is például. Énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel. Én nem kikapcsolni akarom a gondolkodásomat. Nem el akarok aludni, nem elvarázsolódni, hanem emberként akarok gondolkozni. Sőt, ahogy mondták, két nagy kultúra volt a Európában, ugye az ókorban, görög és római. A görögök mit mondtak? Katarzis, ember, változtass meg az életed. Rómaiak mit mondtak? Admiráció, elkápráztatás, cirkuszt és kenyeret. Én azt kívánom önöknek, és akkor itt zárnánk le, hogy gondolkozzunk el ezeken, és a katarzist válasszuk inkább a zenében. Mert úgy hiszem, hogy az igazán gyógyító zene az, ami azt mondja meg, hogy ember, igen, sok hibát elvétünk is, és sokszor nem vagyunk hűségesek, nem vagyunk eléggé szeretőek, nem vagyunk eléggé becsületesek, de a zene meg kell adja azt, meg kell azt mutassa, rá kell mutasson arra, hogy fontos lenni a megváltozás. Fontos lenne szeretnünk egymást. Hogy fontos az, hogy a másikra tekintsek. Változtasd meg az életed, katarzis, ez az, ami meggyógyítja az embert. Ez az, ami feszültséget kelt, mert megmutatja azt, ugye, hogy az életben vannak viharok, ugye? De aztán kisüt a nap. Ha a zenére így tudunk tekinteni, ugye, van egy ilyen év, itt egy csúcspont, vannak viharok, de tudom, hogy újra kisüthet a nap, újra megoldódnak a problémáim. Ha egy zene nem ezt mondja, akkor az nem gyógyító zene. Én most egy ilyen gyógyító zenével búcsúznék.